Sziasztok! A Kressz FM 19.75 adását látjátok. Pannával és Zsolttal, vendégünk pedig Pintér József. Szép napot kívánok mindenkinek! Az ország közlekedési rendőre. Józsi, szinte az ORFK szóvivőjén kívül te vagy a második legismertebb rendőr az országban. Rengeteg előadáson vagy túl. Nagyon sokan megnézték a videóidat, amit különböző, de legfőképpen közlekedési témában tettél föl. Miért ilyen sikeres ez a sorozat? Miért nézik meg ennyien videóidat, és miért vannak annyian ott az előadásokon? Én azt gondolom, hogy egyszerűsítsük a dolgot hozzám egy falusi gyerekhez képest. Tehát talán bejött az embereknek a falusi paraszt gyerek feeling. Tehát itt nincs titok ebben az előadásban, az égvilágon semmi titok nincs, semmi más nem kell elmondani, csak amit éreztem a bőrömön és ami van kint a betonon. Semmi mást. Ugye ezt tudni kell, hogy te baleset helyszínelőként dolgozol. Igen. Ugye? Tehát rengeteg tapasztalat van mögötted, rengeteg borzalmat láttál a közutakon. Olyanokat, amit jobb elfelejteni. El lehet egyáltalán ezeket felejteni? Hát nem tudom, erre te is tudnál válaszolni, mert te is baleset helyszínelő voltál. Ez egy költői kérdés volt, sokáig vizsgáltam. Ezek mély nyomot hagynak egyébként az emberben. Amikor azokon az útszakaszokon közlekedek, ahol egy-egy baleset helyszínén megjelentem, mint vizsgáló, és ez főként tragikus közlekedési balesetek voltak, mindig eszembe jutnak. És úgy gondolom, hogy ez valószínű, hogy így lesz életem végéig. Ebből én nagyon sokat táplálkozom a jelenlegi munkám során, ugye a baleset megelőzést folytatom már jó ideje, és ebből meritek. És úgy gondolom, hogy neked is ebben van a te titkod, hogy ezeket az emlékeket, az eseteket tárod fiatalok elé, oly módon, hogy ők az előadás végén néma csendben ülnek. Visszamennék oda, hogy amikor elindult ez a sztori, ez úgy kezdődött, hogy a lányom középiskolás lett, és ugye az élet törvényei alapján is, ez nagyon tetszett ez a kifejezés embernek, hogy megjelentek a motorizált udvarlók. És én akkor szóltam az osztályvezetőnek, Adonis is László alezredes úrnak, aki teljes mellszélességgel a mai napig mellett áll az előadás sorozatnak, hogy mi lenne, hogyha a sok tragédiából csinálnánk valami olyan dolgot, amivel egy kicsit motiválnánk az embereket, hogy vegyenek vissza a tempomból, mert ugye mindenki látja, hogy mi van az utakon, tehát és egyre rosszabb a helyzet. Egyre több a jármű, és egyre bátrabbak az emberek. Tehát akkor alapvetően, hogy ez személyes indítatás, de ugye a munkádból kifolyólag ez közel is állt hozzád, hogy te közread azt, hogy mely tragédiákat lehetne megelőzni. Valahol itt ez a kettő ugye kapcsolódott. Igen, ez a helyszínelő suliba jártunk pont Dunakeszire, és én gyűjtöttem a képeket valamiért a nagy balesetekről, és felvittem egy ilyen mappát, és ez rettenetes nagy sikert aratott, hogy össze volt rendszerezve. Azt mondták, hogy megvan az anyag, megvan az élmény, és megvan hozzá az ember. Így együtt. Talán ez a titka az egésznek, hogy saját élmény az összes, és azért ebből jutott nekem az életbe a közlekedési balesetből. Munkám folyamán is, estem is motorral nem kicsit, tehát ismerem ezt a részét. Mi láttuk előadást, tehát nem árulunk el nagy titkot, és a te személyes hangvételed, tehát nem egy olyan tipikus rendőri előadás, amit mondjuk sokan elképzelhetnek, hogy teletűzdelve. Igen, tehát sokkal könnyedebb, de nyilván a témájánál fogva azért mélységek vannak benne. Én személy szerint azt gondolom, hogy ez is egyszer a siker titkának lehet elkönyvelni, hogy meg is értik, amit át akarsz nekik adni. Tehát nem úgy van előadva, hogy na jó, elkönyvelem magamba, hogy egy rendőri szakzsargonnal teletűzdelt mondani való, hanem a maga egyszerűségével, de mégis borzasztóan le tud taglózni. Tehát így, amikor vége az előadásodnak, azért az ember úgy elgondolkodik, hogy hát igen, ezek ellen azért lehetne tenni. El szoktam mondani mindig az előadáson, hogy ezt úgy hallgassák meg tőlem, ne úgy, hogy egy egyenruhás rendőr áll a mikrofon mögött, hanem úgy, mint egy családapa. Uh-huh. Tehát én nekem ugyanolyan családi problémáim van, mint másnak, ugyanúgy vannak gyerekeim. Voltam egy Péti cégnél, ahol 155 darab, hadd mondjam, hogy kamionos, jó, így fogja érteni mindenki. Igaz, hogy rendőr nem mond ilyet. 155 kamionossal álltam szembe.
és elmondtam nekik, hogy mi most az ellenségek állunk egymással szembe, de igyekeztem úgy összeszedni az anyagot, hogy a végére ők is azt mondták, hogy ezeknél a baleseteknél nem okolható a rendőr, mert ugye mi ellenség vagyunk nekik, a motorosoknak is, most is lesz erről szó. Tehát megpróbálom emberi hangon, ahogy mondtad, a szakzsargont kihagyni, amit megért mindenki, és velem bármikor megtörténhet ez úgy, ahogy veletek is. Pontosan. Tehát nem csak fiataloknak tartasz előadást, hanem felnőtteknek, hivatásos gépkocsi vezetőknek is. Rengeteg energiád elmegy ezzel munkán kívül. Hogy jut erre időd egyébként? Hogy tudod betáblázni? Mert már olyan is hallottam, hogy már nincsenek szabad időpontok a naptáradban, hogy minden felkérésnek eleget tudjál tenni. Úgy van ez, úgy egyeztünk meg az osztályvezető úrral, hogy megvan egy havi limit, amit vállalhatok megyén kívül. Pontosan azért, hogy a helyi dolgokra is jusson, ugye a fő feladat nekünk Veszprém és Veszprém megye. És nem árulok el titkot, 2021 májusig be van táblázva, és 2021 augusztustól is foglaltak már időpontot, de úgy gondolom, hogy ez egy olyan feladat jött az életembe, ami itt a maradék energiákat megmozgatta, és most már a környezetem is, tehát a gyerekeim úgy hallgatják a zenét például, hogy apa, ez jó lenne esetleg valamire. A kollégák úgy fényképeznek, úgy csinálnak videókat most már helyszínen. Ha van egy baleset, a üzenetbe azonnal jön, hogy Józsi, itt a baleseti naplószán föltettük a videót. Tehát ugye 6 éve indult ez a sztori, és mára kiforta magát odáig, hogy a kívülről is segítenek. És ez nagyon-nagyon jó. Ezt akartam éppen kérdezni, hogy egyedül csinálod, vagy vannak segítőid is, illetve van-e, akit esetleg betanítasz, aki ezt tovább viszi, vagy ketten csináljátok, hogy minél több helyre el tudjatok jutni? Ketten indultunk, ez volt az alapfelállás, mikor én ezt kitaláltam. Körülbelül a kollégám úgy gondolta, pici gyereke született akkor, meg ő úgy gondolta, hogy ez ő neki nem perspektíva hosszú távon, és azóta egyedül vagyok. Egyelőre utód még nincs. Én szeretném, ha lenne, sőt azt szeretném, ha ezt országos szinten lehetne mondjuk minden megyében egy ilyen ember találni, akikkel összeülnénk évi 2-3-szor, elmondanák, hogy te hogy csinálod, én hogy csinálom, mik a tapasztalatok. A segítőkre annyit szeretnék elmondani, hogy feleségem Marci, ő rettenetes sokat segített, ő gyerekekkel foglalkozik, most második osztályosai vannak általános iskolába. Édesapám nagyon sokszor eljött, édesanyám is pedagógus volt, és van egy barátom, aki civil szemlélőként eljött egy csomó előadásra, mert ugye nekem nincsen pedagógiai, meg módszertani végzettségem, és akkor ezt átbeszéltük, hogy gyorsan beszélek, sokat beszélek, nem artikulálok rendesen, ez erős volt az előadásban, ez máshogy kéne, és azok az előadások, amik vannak gimnáziumokban, művelődési házakban, osztályokban, osztályfőnököknél, óvodákban, akkor itt a teherfuvarozó cégnél, amit mondtam, az előadás után azzal az emberrel, aki ezt megszervezte, mindig megbeszéljük, hogy mi volt a tapasztalat. Ugye kell egy nap, másfél nap, mire leülöpszik az embereknél, mi volt a tapasztalat, mi az, amit esetleg rosszul csinálunk. Ez a tegnapi előtti nap folyamán is kiderült egy ilyen módszertani hiba, mondhatom azt módszertani hiba, amit másképp kell csinálni. Úgyhogy ezeket így beleszőjük, és gyúrjuk, gyűjtünk. Gondolkodok, tehát a hajnal 3-kor fölébredek, valami eszembe jutott, akkor azt föl kell írnom, mert reggelre elfelejtem természetesen. Látod, Panna, látod? Úgyhogy itt van az életemben 24 órában, van hozzá kedvem, szeretem csinálni, és úgy gondolom, hogy talán ez az egyik olyan dolog, amivel meg lehetne ismertetni, amit én szeretnék, a közlekedőkkel, a közlekedési balesetnek a médiahíren túli világát. Mert ugye, ahol a médiahírnek vége van, a mi mellünk ott kezdődik. Tehát azt nem látják az emberek. Tehát ha látnak egy felfestett útszakaszt reggel, hogy egy csomó minden, csomó nyomfék, így van, hogy fel van festve, ugye az reggelre nem kopik le, lehet, hogy mi 6 órát ott voltunk éjszaka, és nem tudják, hogy mi az. És ugye valaki megáll közlekedési balesetnél, állnak 3-4-5 órát a dugóba, mondjuk így, hogy a dugóba. El szoktam mondani, hogy ez nem azért van, mert a helyszínelők tétlenkednek meg a rendőrök, hanem azt a sztorit gyorsabban nem lehet megcsinálni. Úgyhogy én ezt szeretném megmutatni, a média híren túli világot. Aztán úgy néz ki, hogy hála Istennek talán vevők rá az emberek, és megértik és meghallgatnak. Most reklámozzunk egy kicsit, de hamarosan visszajövünk. Koszos a szélvédőd, és itt...
van egy hajszárrepedés. Na és, mióta érdekel téged a szélvédőm állapota? Mióta a hanyagságod a járműben utazó másik személy, vagyis az én biztonságomat is veszélyezteti. Tudhatnád, hogy a repedésbe beszivárog a víz, ami a hideg hatására megfagy és szétrepeszti a szélvédőt. Ez így nem biztonságos. Oh, akkor megtisztítom a szélvédőt, és holnap irány a szerviz. Így rendben van? Igen, megnyugodtam, hiszen te is tudod látni és látszani. Készült az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság megbízásából, hogy mindenki hazaérjen. Józsi, mi lenne az a három legfontosabb szabály, amit úgy gondolsz, hogy minden közlekedőnek ismernie kell, legyen az gyalogos, kerékpáros, személygépjárművezető vagy tehergépjárművezető, ami nélkül igazából a közúti közlekedésben nem vehet részt? Maradok a magam hozzáállásánál, ez a türelem és a türelem. Ez nem olyan bonyolult. Nem. Ez nagyon nem bonyolult, ugyanis a közlekedési balesetek 80%, én úgy gondolom, az az emberi figyelmetlenség, és bocsánat, ezt majd kivágjátok, hanem az emberi hülyeség miatt következik be. Vannak nekünk is ilyen statisztikáink is, hát azt szerepel, hogy a gyors hajtás, meg az elsőbségi jog, kanyarodási szabályok. De emögött van egy olyan közlekedő, aki reggel elkésett, igaz, Panna? Van egy olyan, aki siet a munkába. Megvan a baj. Így van. Azt szoktam mondani, hogy ha valakinek le kell mondani az elsőbségéről, ez a mai embernek rettenetesen fáj. Tehát aki jönnek elé, akár egy alárendelt útról. Sértésnek veszik. Így van, így van. De nem tudjuk, hogy az a másik ember, az miért jött ki. Lehet, hogy magánéleti problémája van, lehet, hogy beteg. Lehet, hogy most hívták, hogy a gyerekét bevitték a kórházba. Nem tudjuk, hogy milyen az ő lelki állapota. És azzal, hogy én fölveszem a kesztyűt, aztán mennek az egyezményes jelek, a mutogatása, stb. Ugyanannyi idő megy el, mintha intek neki, hogy gyere ki és menjünk. És ezzel a megoldással kettő felfokozott idegállapot emberrel kevesebb van a forgalomba. Mert aki kijön, utána jön a büntetőfékezés, ugye megtörténik, utána jönnek a közlekedési bűncselekmények, ez általában reggel van, és a helyszínről fél 8-kor végezne, az 7-kor megyünk közlekedési bécsét csinálni, és nem megyek hozzá csak délután 2-kor. Hányszor volt már ilyen, hogy alig vártuk, hogy vége legyen a szolgálatnak, van, és jön a bejelentés, hogy baleset van korán reggel. Úgyhogy én leges-leges dologra azt mondanám mindenkinek, ahogy mondtad, gyalogostól elkezdve a teherautó vezetőig, mindenki nézzen egy kicsikét magával. Mindenkinek van rossz napja, és segítsük már, emberek, férjünk már egymás mellett az úton. Én úgy fogalmaztam volna meg, vagy úgy fogalmaznám meg, a közlekedési kultúra. Tehát ahol nincs közlekedési kultúra, én úgy gondolom, hogy közlekedés biztonság sem létezik. Alapvetően az emberekhez, vagy az embereknek a hozzáállása a másik közlekedőhöz nagyon fontos. Tiszteljük meg a másikat azzal, és mondom még egyszer, legyen gyalogos, kerékpáros, vagy járművezető, vagy gépjárművezető, hogy hagy érjen már ő is úti célba épségben, úgy, ahogy szeretné. És igen, hogyha valamit vétett, mert előfordul emberek vagyunk, nem feltétlenül kell azt egy büntetőfékezéssel, vagy bármilyen közútra nem illő tevékenységgel kifejezni. Már kevesebb eset történnek utakon. Van ebben titok? Az égvilágon semmi. Ugye milyen egyszerű lenne? Tök egyszerű, pontosan. Ennek ellenére mégis történnek naponta balesetek, tragédiák, holott ennek másképp kéne lenni. Hát emiatt vagyunk itt, és ülünk itt, és beszélgetünk. Remélhetőleg, hogy ezt minél többen látják ezt a műsort, és minél többen látják az előadásaidat. Itt tartunk, bocsánat, hogy közbevágok. Egyébként, aki mondjuk a helyszínre nem tud eljutni, ahol éppen előadsz, van egy online felület, ahol ezek össze vannak gyűjtve, meg tud nézni különböző helyszíneken készült előadásokat. Van valamilyen lehetőség? Vagy akár mondjuk előre megtudjuk azokat az időpontokat, hogy éppen hol adsz elő? Úgy működik ez, hogy a legnagyobb videó megosztó portálon, ha beírják a nevemet, beadt, ha jól emlékszem, 6 előadást, forgatott anyagot, stb. Ami úgy mondom, hogy a rendes előadáson megy, tehát zárt körbe, média jelenlét nélkül, az természetesen nem ilyen. Mert azok a dolgok, amit ott még ott se lehet mindent megmutatni, de amit ott meg lehet mutatni, ezt a médiában nem lehet megmutatni, és a balesetnek az igazi arcát ott tudom érzékeltetni az emberekkel személyesen.
talán van a személyes kontaktusnak varázsa, én úgy gondolom, és ebből olyan mélységig azért nem lehet online előadást csinálni, mert ugye tudjuk, hogy milyen a világ, és lehet, hogy rossz irányba mennének ezek a dolgok. Én úgy gondolom, hogy itt a személyes találkozásnál kéne maradni. Ez a légkör az nagyon fontos. Az a légkör, amit te megteremtesz, ott egy ilyen előre. A kontakt. Tehát lássák az embert, tehát én ugyane most is lesz szó a családomról és a gyerekeimről, én sem vagyok kivétel, ugyanis a nagyobb gyerekem, aki 8-as, a nyári szünet első napján kitörte a fogát, legeslegelső nap, tehát mindenképpen a személyes kontaktusban hiszek. Utolsó kérdés, és akkor tovább nem tartunk föl. Jó. Jelenleg ugye nem tudják a nézők, de a Motomia rendezvényen vagyunk, és itt is lesz egy előadásod, ami hamarosan kezdődik. Tehát a legeslegutolsó kérdés. A munkád mennyire befolyásolja a hozzáállásodat a hétköznapi közlekedéshez? Én elmondtam egyébként, hogy milyen benyomásaim, tapasztalataim vannak, emlékeim, de te hogyan tudod ezt feldolgozni? Két részre szedném ezt is, a civil és a szolgálati közlekedésre. A civil közlekedésben mindenképpen, tehát én nagyon-nagyon lenyugodtam, menjen mindenki, aki akar, mert ugye ha előzgetünk, akkor se érünk be előbb Veszprémbe, most meg főleg, hogy építik a körgyűrűt. A másik dolog, ugye elég sok előadás van. Ez számszakilag, ha nem lett volna most ez a vészhelyzet, ami van körülöttünk, az idén meg lett volna az 500-dik. Tavaly 164 volt, ez a mai a 82-dik, ha jól tudom, még így is, hogy volt egy kis szünet. És nagyon sokat járok csíkos autóval, rendőrautóval az országba. Az egyik barátom eljött velem egyik előadásra, akiről beszéltem, hogy ő az egyik kontroll, és fölhívott este, hogy Józsi, azt mondja, mentünk 450 kilométert, és az nem történt velünk semmiféle közlekedési affér. Ő kiszállt Várpalotán, elment Székesfehérvárig, a 8-as számú főútvon, körülbelül 10 eset volt, szóval 20 kilométeren keresztül, amit nem tudtam hova tenni. Tehát azon kívül, hogy tartunk előadást, hadd legyek már ennyire nagyképű, hogy prevenciós jellege is van, hogy sokszor látnak rendőrautót sok helyen, és visszavesznek az emberek, nem mennek. De visszatérve erre, én sokkal-sokkal nyugodtabb lettem, és ezt próbálom mondani mindenkinek, hogy nem érdemes rohanni, mert nincs értelme. Semmi értelme nincsen. Tulajdonképpen akkor megtaláltuk a varázsszót, ugye? Türelem. Türelem. És türelem. Meg a türelem. Hogy mindenki hazaérjen. Köszönöm a beszélgetést. Köszönjük szépen. Én köszönöm, hogy itt lehettem. További szép napot kívánok neked mindenkinek. Sziasztok. Viszont. Miért keretik le? Pont. Pont. Miért keretik? Na, még egyszer.